ez az eszköz szerintem egy kiváló lehetőség arra, és minél korábban kezdi el az ember használni ezeket a segédeszközöket, gondolunk itt a gyerekekre, szerintem annál biztosabb az, hogy egy egészséges életmódot tudunk kialakítani. A gyermekek egészségének jövőjét védi nagyévű úttörő kezdeményezésével a Diószegi Kis István Református Általános Iskola. Minden első osztályos tanulója számára gerinckímélő, tartásjavító égpárnát ajándékozott az intézmény, ezzel megelőzve az esetlegesen kialakuló, népbetegségnek számító gerinc problémákat. 4 évvel ezelőtt az egyik kolléganőm, Györfi Éva tanárnő, keresett meg ezzel az ötlettel, mert ő személyes tapasztalatból táplálkozott, hogy nekik ez segített a korábbiakban. Ezt az ötletet felkarolta az iskolavezetés, és így 4 évvel ezelőtt volt az első olyan tanulócsoport, akik megkaphatták ezt az égpárnát. Pozitívan fogadták az iskolának ezt a szándékát is, hogy nem csak a lelki egészségre, a testi egészségre is fókuszál. A gyerekek megtanulják ennek a használatát, speciális módon kell használni, de ezt éveken át tudják vinni magukkal, és ez az ő tartásukat, gerinc problémáikat, vagy preventív jelleggel mindenképpen hasznos. Tudjuk jól, hogy Magyarország kormánya a sportot, az egészséges életmódra való nevelés prioritásként kezeli, ezt az iskolánk is zászlajára tűzte, és a mai világban, amikor igen kevés mozgással élnek a gyerekek, akkor azt az ülő helyzetet, akkor azt legalább olyan módon tudják abszolválni, amiben a lehető legjobb tartással tudják a saját testüket pozícionálni. A kisiskolások körében még nem jelentkeznek a gerinc problémákra utaló tünetek. Csak később fiatal felnőtt korban jelennek meg a panaszok, ezért fontos időben elkezdeni a megelőzést, fogalmazott Krasznai Zoltán. Általános iskolában napi 8 órát ülnek a gyerekek görnyetten, és már itt elkezdődik a gerinc építő elemeinek a tönkre menetele, a degenerációja, és ezért nagyon fontos lenne ezt megelőzni, de ehhez egy nagyon nagy előrelátás kell, egy jövőbelátás, egy nagy felelősségvállalás, hogy egy intézmény úgy álljon mögé egy ilyen programnak, hogy a probléma nem is az ő intézményen belül jelentkezik. Tehát tulajdonképpen azoknak a gyerekeknek, akik ide járnak, az egészségüknek a jövőjét védi ez a rendszer, és ilyen tekintetben rendkívül előremutat, hogy én nagyon remélem, hogy ez a program ez nem süket fülekre fog találni, hanem lelkes követőkre. Egy személyes története van a cég alakulásának, mert hogy én is gerincbeteg lettem egy bizonyos ponton, és akkor merült föl az ötlete annak, hogy gyártani olyan termékeket, amikkel lehet segíteni a gerinc problémás embereket, illetve egész pontosabban annak a problémának a kialakulását szerettük volna elkerülni, illetve csökkenteni. A jó hírem az, hogy van, tudunk egy megoldást ajánlani a beteg embereknek. Ez nagy örömmel tölt el. A rossz hírem pedig az, hogy sajnos nagyon sok embert érint, egyre többet. És míg régen ez egész idős korosztályt érintette, mára már az egész fiatal korosztálynál is jelentkeznek ezek a panaszok. Tulajdonképpen léteznek olyan világméretű statisztikák, hogy a második leggyakoribb ok, amivel a családorvost fölkeresik az emberek, az kapcsolatos a derékfájással, a hátfájással, a gerinc problémákkal, tehát egy népbetegséggel állunk szemben, aminek pedig civilizációs gyökerei vannak, tehát ez egy civilizációs probléma. A mai embernek az életmódja az, mint ahogy igazgató úr is említette, nagyon mozgásszegény, és rengeteget ülünk. És persze mindannyian tudjuk, hogy sokkal többet kéne mozognunk, és kevesebbet kéne ülnünk, de a realitás az, hogy ülünk az irodában, ülünk a tévé előtt, ülünk a számítógép előtt, ülünk, és ugye a gerincünknek azok a kis kényes, finom alkatrészei, azok nem úgy lettek megalkotva, hogy ülő munkára. Most mivel nem tudjuk elkerülni az ülést, ezért valamit tennünk kell, ha tudunk, hogy elkerüljük azokat a káros mellékhatásokat, amik az üléssel járnak. Egy olyan terméket tudunk gyártani, ami ebben ennek a megoldásában segít. Hát hogy segít, az egy nagyon egyszerű fizikai jelenség. Hát tulajdonképpen görnyedülést kell elkerülnünk, hiszen az rombolja legjobban a porckorongokat.
Ez pedig egy fizikai jelenség, hogyha egy ferde égpárnára ül az ember, akkor ez a csípőnket előre billent, és a felső testünket visszahúzza. Ezáltal gyakorlatilag védett helyzetbe kerülnek a gerincünknek azok a kis finom alkatrészei, amik a legelőször tönkre mehetnek, degenerálódhatnak, így véd az égpárna. Bene Attila Adrián. Miután minden elsős megkapta saját égpárnáját, Mille Marianna, a Debreceni Gyógytorna Központ gerinc specialista gyógytornásza tartott előadást a gyermekek gerincvédelméről. Elmondta, Magyarországon kezdetleges szinten jár a prevenció. Évente több mint 2600 gerincbeteg fordul hozzá, köztük 20 év alattiak is. Hozzátette, a népbetegségnek a home office online oktatás sem kedvezett. Örömmel látja azonban, hogy van egy iskola, mely a megelőzés mellé állt, és bízik benne, hogy más intézmények is csatlakoznak a Diószegi Refi kezdeményezéséhez.